Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható március hónapban? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást, mint például március hónapra, akkor az passzol a te helyzetedre. A díjam 4000 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és veled szemben van a lelki társad. Persze ez a férfi jelenti a férfiakat is. Mindketten az első sorban vagytok. A fejetek fölött nincs kártya. Az jelentené a te gondolataidat, az ő terveit, de titokzatosak vagytok, hiszen nem beszéltek nyíltan erről. Sőt, mögötte megjelenik a könyv és utal a zárkózottságára. Persze ez a könyv jelentheti a tudást, vagy a továbbképzéseket is. Ami összeköt benneteket, azt mutatják itt a kártyák. Ez a szerencse, a vonzalom, a szerelem, itt lesznek változások, beszélgetések, megvan a tudás. Persze a könyv jelentheti a zárkózottságot is, különösen az ő részéről, de ez megváltozik áprilisban, hiszen április elejétől majd nyitottabb lesz a terveiről beszélni, a változásokról, és az érzelmeiről beszélni. Itt a háttérben megjelenik ez a medve. Ez jelentheti a te erődet, vagy az ő élet erejét, de jelenthet egy bizonyos személyt is, gyakran az apukát, vagy a főnököt, valakit, akinek van szava, aki be tud avatkozni a dolgokba. Ő ugyan eltekint most az események felől, de majd lesz változás, lesznek fontos tervek, beszélgetések, amit április hónapban éltek át. Ez a ház utalhat az otthonra, a te otthonodra, az ő családjára, vagy egy közös otthonra. Ez lehet egy ingatlan is. Itt vigyázni kell, hiszen a háttérben megjelenik a ravasz róka. És itt ez a korbács jelenti a vitákat és a veszekedéseket. Vagy a te családodban, vagy az ő környezetében, de ez lehet egy ingatlan is, és akkor ez a levél jelenti a szerződéseket. Sőt, ez a gyűrű szintén szerződésekre utalhat. Itt van a hamisság, valami átláthatatlan, az is lehet, hogy valaki be akar csapni téged, vagy őt, vagy van ez a vita, veszekedés a környezetben. Szerencsére megjelennek itt az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek el tudják ezt a hamisságot távolítani, vagy ezt a hamis szemét, ez lehet egy nő, hiszen itt van a kígyó a hamisság mellett, és a kígyó az gyakran egy hölgyre utal. Itt még valami átláthatatlan, de március közepétől, itt van ez a vonal, március közepét szimbolizálja, eltűnik a felhő, kisüt a nap, kiderül az igazság. Amikor szerencse lesz, az eltarthat április hónapig. Fontos döntésekről lesz szó,
úgy március közepétől, hiszen itt vannak az utak. És az azt jelenti, hogy elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Jelenti a döntéseket. Itt van a mozgás, előre mennek az események. Ez a kígyó jelenthet mellékutakat is, hogy nem kell nyíltan beszélni a tervekről, mert valaki olyan kíváncsi a környezetedben, figyelgeti a dolgokat, tudni akarja azt, hogy mit tervezel, vagy mit terveztek együtt. Úgy március közepétől tisztázódik valami. Itt az utak jelenthetnek egy fontos találkozást is, amikor a sors utak kereszteződnek. Itt megvan a nyilvánosság, megkapod az elismerést, a csillagok szerencsét hoznak, és itt van a remény. Ez a hajó nem csak a reményt jelenti, hanem külföldi kapcsolatokat vagy utazásokat is. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. Itt változnak az események, és ez a gyermek jelentheti ugyan a gyermekeket is, de szimbolizál egy új kezdetet. Egy új kezdet lesz a munkát illetően, hiszen a horgony az szimbolizálja a munkát és a hivatást. Ez a hölgy egy vonalban van ezzel a kártyával. A gólyák jelentik a változásokat, a gyermek pedig egy új kezdetet. Persze a gólya és a gyermek jelentheti egy kisbabának a születését is, és akkor a torony lehet a kórház, és erre is számíthattok. A fa az jelenti a biztonság érzetét, ahol úgy érzed, hogy igen, most ide érkeztem, itt le tudok gyökerezni, le tudok horgonyozni, és a kulcs jelenti ezt a biztonságot. Eléred a céljaidat, különösen ami a munkát illeti, hiszen a fa a munka kártyájával van összefüggésben. A fa jelentheti az egészségügyi témákat, a gyógyító erőt, lehet, hogy ez a hivatásod, és itt a kereszt jelenti a hitedet, vagy egy spirituális területet, de jelenti a döntéseket is, ugyanúgy, mint az utak, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, ahol le tudsz gyökerezni, és ez kihat a munkára, a hivatásra, sőt, az anyagiakra is. És akkor a medve jelenti a főnököt, vagy a főnöknőt, és itt lesznek fontos változások, azon kívül fontos döntések. Itt lesz egy kellemes meglepetés, egy régi barát vagy barátnő újra jelentkezni fog, valaki gondol rád a múltból. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét március hónapban itt látható. Ti közel álltok egymáshoz. Az azt jelenti, te odafigyelsz rám, ő odafigyel rád, te adsz számára életerőt, ő is segít neked. Itt van a szerencse, a gyűrű jelenti a kapcsolatot kettőtök között, de azért legyetek óvatosak, ami a környezeteteket illeti, hiszen a ház körül megjelenik ez a hamisság. Második hét március hónapban itt látható. Egy ravasz nő, de eltűnik ez a személy, vagy lezárul ez az esemény, hiszen az egerek mindezt eltávolítják. Lesz egy hír, vagy egy szerződés, vagy egy dokumentum, ahol valami
átláthatatlan, de március közepétől kitisztul itt minden, változások lesznek, fontos beszélgetések, döntések. Ez nem csak az otthont illeti, vagy ezt a hamisságot a környezetben, hanem kihat a szerelmi élet területére is. Harmadik hét, március hónapban itt látható. Az utak jelentik a találkozást, amikor a sors utak kereszteződnek, vagy döntéseket, hogyan tovább, milyen irányba. Itt lesz mozgás, előre mennek az események. Ez a kártya mindent jelenthet, ami mozog, mint például sport, autó, utazás, változások. Itt tisztázódik valami, megvan a nyilvánosság, a szerencse, a remény, de ez a kártya jelenthet utazást, vagy külföldi kapcsolatot is. Itt kiépül valami, de ez a torony jelenthet egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet is. Itt megváltozik a helyzet, és a gyermek utalhat az ártatlanságra, vagy az újdonságokra. Itt meg lesz a gyógyító erő, a fa jelenti azt is, hogy eléred a céljaidat, ahol le tudsz gyökerezni. Utolsó hét március hónapban itt látható. Olyan hirtelen történnek a dolgok, amikor nem számítasz erre. Valaki gondol rád a múltból, ez egy barátság. És itt a virágcsokor jelent egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot. Itt voltak a múltban még nehézségek, félreértések, de ez tisztázódik, biztos lehetsz ebben. Itt a halak jelentik az anyagiakat, itt javul az anyagi helyzet, vagy lesz egy nyeremény, és a horgony az utal a munkádra, a hivatásodra. Itt is lehet egy új kezdet, fontos döntések, munkahelyi változások. És ez volt a havi jóslás. Kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dender Ág!